Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi van vele? Ez a jóslás, egy általános kirakás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, akkor az passzol a te helyzetedre. A díjam 4000 forint. Itt ennél a jóslásnál van itt egy kör. Az utal a mi belsőnkre. Ez azért fontos, a gondolatok és az érzelmek, mert ez adja a kisugárzásunkat, és ezáltal van meg az energiánk. Az aura. Ezt jelenti ez a két kártya. Itt, ezen a képen látjuk az ő érzelmeit. Itt van egy tolvaj, és ez a tolvaj eltávolít valamit. És ha így van, akkor az hiányzik. És ez a kártya kihat az érzelmeire. Fél attól, hogy elveszít téged. Itt látható egy király, és ez a király uralkodik a víz eleme felett. Az jelenti az érzelmeket, tehát ő a félelmeit nem mutatja ki, hanem megvan ez a királyi büszke tartás. Ez a kártya jelenti a gondolatokat is, tehát van terve, tervez valamit, hiszen át akarja nyújtani számodra ezt az arany kejhet, ami utal érzelmekre. Kimutatja majd az érzelmeit, de a félelmekről nem fog beszélni. Ha már a beszélgetéseknél tartunk, itt ez a kártya utal a kommunikációra, itt a múltról van szó. Nagyon nosztalgikus ez a kép, itt is érzelmekről van szó. Itt a csillagkép jelenti a párkapcsolatot, a szerelmet, ami kettőtök között van. És a csillagkép az jelenti a szerencsét, és azt is, hogy minden úgy alakul köztetek, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt látható az ő élet ereje, itt rohamosan mennek előre az események. Ez lehet egy jó dolog, hiszen akkor olyan gyorsan reagál az eseményekre, de ha ő elsieti a dolgokat és meggondolatlan, akkor ez lehet egy hátrány is. Itt láthatóak a lehetőségek, ami szerencsét hoz számára, szerencsét hoz mindkettőtök számára. Ő elbúcsúzik valamitől, vagy valakitől, lezár valamit, elhagyja az egyik partot, igyekszik egy új irányba, lesz egy új lehetőség, egy új part, ahova oda szeretne érkezni. Itt megvan az irány, és van mozgás. Talán nem olyan gyors, mint itt, de ami szerencsét hoz számára, hogyha átgondolja a dolgokat. Itt ez a szerelmes pár rád és ő rá utal, ez jelenti a vonzalmat kettőtök között. Itt a sors utatokról van szó. Tehát ez a találkozás nem volt véletlen, hiszen a sors utatok kereszteződött. Úgy alakul minden, ahogy a csillagképekben meg van írva. Itt láthatóak a változások. Van több irány, több lehetőség, de neki oda kell figyelni arra, ami fontos. Legyen egy cél, ami a közeljövőben elérhető. Ez a kártya utal mozgásra, kapcsolatokra, utazásokra, sőt, külföldi kapcsolatokra is. Amiről ő álmodozik, az itt látható. Tulajdonképpen itt igazságtalanságról van szó, ami őt foglalkoztat, amin ő javítani szeretne, ha igazság lenne, vagy ha kiderülne az igazság.
ami adja számára a belső erőt, az itt látható, itt a kehely. Az mutat a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ő nyitott erre, látható a tartása, hogy kimutassa az érzelmeit. Ha te ezt elfogadod, és te is kimutatod az érzelmeidet, akkor pontosan az, ami erőt ad számára. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.